hogy én most rossz fiút vagy jó fiút játszom, az tulajdonképpen majdnem, hogy mindegy, mert mind a kettővel megvan a feladat. A rossz fiút személy szerint jobban szeretek játszani, mert ez mindig hálásabb, mert ott az ember úgy kiélheti magát a gonoszkodásban, amit természetesen az életben nem tenne meg, de úgy néha nincs kicsit jó átbújni egy másik ember bőrébe, főleg egy szöges ellentéte, mint amilyen én magam vagyok. És ez egy nagyon izgalmas dolog tud lenni, de ami a legfontosabb, hogy mind a két féle embertípusnak megvan az igazságtartalma. Valamiért gonosz lett az az ember is, aki. És az a lényeg, én színészileg azt gondolom, hogy mindenkinek van egy íve, hogy honnan jutottál, hova, és mindennek van egy miértje. De sokkal izgalmasabb egyébként olykor-olykor egy kicsit gonoszkodni, úgymond, mert ugye a Barátok közben is egy negatívabb karaktert játszottam, de aztán ő is megjavult, mert hát ő is ember, mindenkit meg lehet javítani. Én egyébként ebben hiszek amúgy. A jó fiút, meg ugye a hőszerelmes, az meg ugye egy teljesen másik kategória. Az nyilván az nem kell akkora években gondolkodni valójában, mert az éppen az akkor és ott, hogy kibeszerelmes, mi mentek át éppen az aktuális partnernőjével a történet szempontjából. Szerint nem éneklek operettet, mert én azt gondolom, hogy ez teljesen más hangképzést igényel, én inkább a musicalben találtam meg önmagam. Nekem a musical sokkal jobban fekszik, mind hangilag, mind színjátszásilag, és nem azért, mert hogy az operettel bármiféle bajom lenne, mert hát egy csodálatos hungarikum. És én egyébként, de nagyon szeretem nézni az operettet ettől függetlenül, és egyébként mindig csodálattal hallgatom a Bon Vivaldokat, hogy mert egy nagyon komoly zenei hangképzést igényel, hogy majdhogy nem már operai nehézségű hangok vannak benne, és mindig csodálattal nézem, de hozzám mégiscsak igazán a szívem ezen musical áll. Itt a Musical Pluszon azért nyilván kötetlenem, mert azért itt van, és mi választjuk a dalokat úgy nagyjából, meg aztán a Mérivel is megpróbáljuk összeegyeztetni, hogy úgy nagyjából ugye a közönséget mindig megkérdezi, hogy milyen dalokat szeretnének esetleg hallani bizonyos emberektől, és akkor úgymond egy ilyen szavazás indul el. Aztán mi azokat, hogyha esetleg nem tudjuk még, akkor megtanuljuk, és mindig itt olyan emberekkel vagyunk úgy egy ilyen kis családias légkörben, hogy így tök jól érezzük magunkat nagyjából olyan, mint hogyha leülnénk egy kertben, és leülnénk és beszélgetnénk, csak hát dalban is nagyon jó, ahogy kommunikálunk a közönség. Meg egymással is, meg hogy mi van vele, stb. Valamikor csak itt találkozunk, mert valamikor nincs is lehetőségünk arra, hogy egy darabban találkozunk, és úgy munkánk során nem találkozunk, de itt mindig azért összebelbulálódik egy olyan csapat, akik már régen látták egymást, és nagyon jóban vannak, úgyhogy nagyon jó kis hangulatú koncert szokott lenni, míg a színházban ugye ott megvan a kötött ugye a darab, ahogy megvan írva, stb. Az mégiscsak a rendező beállítja, hogy mi, hogyan, merre, és térképészetileg mindenhogy. De itt azért sokkal kötetlenem, meg itt valójában jól érezzük magunkat. Mi is, és a közönség is, reméljük.
Köszönöm szépen!